nézzük, és senki sem állíthat meg. De hát azt se tudjuk, hogy mi az. Egy fantasztikus meglepetés. Titánok, elég! Mindig ez történik. Hát nem értitek? Mindegy, hogy kungfus, vagy háborús filmet nézünk, tényleg mindegy. A filmes lényege, hogy mind együtt vagyunk. Robinnak igaza van. Visszarakom a tévét a helyére, és utána megbeszélhetjük, hogy mi legyen. Mégis mit műveltél? Semmi pánik, ne pánikoljatok, senki se pánikoljon be! Lőttek a filmester! Nem, ha előszedjük a másik televíziót. Azt mondod, van még egy televíziónk? Igen, lent az alaksorban, amit a távirányító urától vettünk el. Eladva. Tudjuk, mit tervezel! Igaz. Új feladat, keressük meg a tévét. Titánok, az alaksorba! Öregem, nem szeretek ide lent lenni. Én sem. Olyan elhagyatott, és nincs itt semmi vidám dolog. A tévé az egyik ilyen teremben lehet. Nyissunk be! Mi az? Ez csak a hústárolom. Később sütögetni akartam. Látjátok? Egy csomó hot dog. Oké. Lehet, hogy a következőben lesz a televízió. Gyorsan kapcsolj fel a villanyt! Kapcsolj le! Kapcsolj le! Hogy kerülnek ide ezek a cuki babák? Ez csak az ijesztő baba gyűjteményem. Azt hiszem, jobb, ha tovább megyünk. Az utolsó ajtó mögött lesz. Ott a tévé! Mi? Nyugalom, pár éve bezártam ide egy démont. Szia, Ted. Hogy a televízió tele van hóval. Távozz, hó! Biztos hosszú van bekötve. Azt a mindenit! Rengeteg kábel megy a tévébe, mint egy tál spagetti, amit nem akarok megenni. Titánok, új feladat! Meg kell javítanunk a tévét. Különben lehet, hogy soha többé nem nézünk se szuperfilmeket, se pedig mást. Bízzátok rám, srácok, de ahhoz, hogy sikerüljön, minden kütyümre szükségem lesz. A kvantum színsáv analizálóra, a protonkábel fogó pisztolyra és a cimborámra. Gyerünk, szerelőmajom, gyerünk! Gézengúz, hallak engem? Vázd le a kábeleken, amíg el nem éred a emeleti pontokat. Nekem ez nem fog menni, haver. Erre nem vagyok kiképezve. Szedd össze magad, öregem. A filmest sorsa van a kezedben. Csak vágd el a piros vezetéket. Ó, öregem, rosszat vágtál el! Akkor ez vajon mi volt? Javítóintézet. A cellák kinyílnak. Jaj, ne! Megzavartuk a képaránymátrixot! Ha nem vágod el időben a megfelelő vezetéket, a tévé felrobban! Hogyan? Túl sok a kábel! Kézen gúz! Ha nem szeded össze magad, nem választasz, szörnyű esténk lesz! Rendben van. Gézengúz megcsinálta. Srácok! Megcsináltam! Ez azt jelenti, hogy az én filmemet nézzük! Léci! Nagyon menő lesz! Emberek, a tévé fekete-fehér módban ragadt. Hol a távirányító? Valaki biztos meglovasította, amíg nem figyeltünk. Eltűnt a távirányító? Akkor van egy feltárandó ügyünk. Tudtam, hogy a baj bármilyen formát ölthet, és azonnal kiszúrtam, amint belépett. A kölyök nyakig benne volt, önelégült arca és hosszú lába volt. Hé, Denise, egy struc vagyok, szeretném, ha megkeresnél egy távirányítót. Régóta nem vállalok már hasonló ügyeket. De épp nincs semmi dolgom. Mesés, kösz, kislány! Felkerestem a nyilvánvaló gyanúsítottakat. Nem kíméltem a járdát. Hé, most raktam le azt a járdát! Mit akarsz? Én nem láttam semmit! Hé, mosogató, teregesd ki a szennyest! Mit tudsz a távirányítóról? Én semmit sem tudok! Az igazság közel volt, éreztem a szagát. És nem volt kellemes szaga. Beszélj, Vörös! Nem igazán értem, hogy most mit csinálunk, de azt hiszem, a mikró mögött láttam a távirányítót. Bingo! Sikerült, kölyök. Bizony sikerült, vagy inkább nekem sikerült. Na, add ide az a távirányítót szép lassan! Már ha nem akar szippantani egyet. Miért? Hogy tehetted? Nem tudom, bizonyára egyedül is ment volna, de a mai világban semminek sincs értelme.
Szédi! Jó lesz, ha sietsz, be foglak zárni. Hé, egy pillanat! Nem kell úgy megijedni, csak én vagyok. Épp egy horrorfilm néző buliba megyek. Akarsz jönni? Buli? Ki tartja azt? Ronaldo, a krumplisütő. Te csak menj, ha akarsz, nekem jobb dolgom van, mint Beach City legnagyobb félnótásával bulizni, Ronaldoval. De jó, Steven! Hé, nem kéne elmennünk Ronaldóhoz? De bizony, reszketni akarok. Viszlát, Lars! Szép álmokat! Hey, várjatok! Szóval, hol lesz a buli? Ott van a hely. Steven, köszöntelek a Beach City Horror Klubban! Paródia klubnak nevezném inkább! Lars, te mit akarsz itt? Gyertek be, gyertek csak be! Én már is félek. Te vagy Ronaldo, én meg Szédi. Örülök, hogy végre megismertelek. Steven, te Lars barátja vagy? Persze, mint mindenki. Atyám! Igen! A ma esti első számú film egy olyan klasszikus, amit nem kell bemutatni. A Gonosz Medve 2! Egész télen nem alszol. Mi? Azt már láttam! Dög unalmas! Tisztára béna számítógépes animáció nem úgy néz ki, mint aki bárkit is megölne. Mit mondtál? Szentségtörő! Te a remake-et láttad! Nekem megvan az eredeti! Egy rajongó nem elégszik meg kevesebbel! Ó, haver, egy kicsit fogd már vissza magad! Ó, várj! Hogy tudtad megszerezni? Megnézhetem a dobozt? Ebben a változatban látszik, ahogy a medve megeszi a remete lábát. Nem lesz egy kicsit durva neki? Én kibírom! Hé, Steven! Biztos nem takarja el a tévét a kanapé? Lemaradtam a mikrofonos fickóról! Kezdett izgalmas lenni! Most mi van? Kiment egy biztosíték. Vagy jön egy kísértet? Ez jó. De tényleg, mi van, ha kísértet? Mivel nem hiszek a halálban, régóta gyanítom, hogy ezen a helyen kísértetek vannak. Aha! Szellem, könyörgök hozzá! Hey, hagyd abba! Elképesztően kretin vagy! Kapcsolatba akarunk lépni veled! Kérlek, szellem, küldj egy jelet! Szellem, ez jó jel volt! De küldenél még a biztonság kedvéért? Jó, elég lesz, szellem! Egyelőre elég lesz! Ez hogy lehetséges? Na hát, ez fantasztikus! Egy igazi kísértett ház! Vigyázz! Meneküljünk! Elnézést! Nem tudtam, hogy ilyen erőszakos kísértet van itt! Megesik! Nem, dehogy! Ez nem szellem! Kit érdekel mi ez? Ki kell jutnunk innen? Tudod, én rendszeresen foglalkozom ilyen dolgokkal, de... te nagyon klassz voltál! Igen? Igen, mert elindultál. Hát, amikor zűr van, én mindig előre nézek, tudod? Ha mindenki biztonságban lesz, én nyomozni akarok. Akarsz segíteni? Mi baj van, Lars? Ez meg mi? Semmi. Csak látunk, hallunk és érzünk dolgokat, amik nem léteznek.